Veres Kálmán Széchenyi és Kossuth című szobra mellől köszöntöm a ProArt kulturális magazinműsor kedves nézőit. A Vasműút és Tanácsház utca sarkán található szoboregyüttes különlegessége, hogy a két nagy politikust közösen ábrázolja. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. jubileumára 1998-ban építették. Szeptember 27-én egésznapos rendezvénnyel avatták föl Dunaújváros új főterét. A rendezvények fő pillanata volt például a Szent Mihály napi tűzgyújtás, és itt a szökőkút mellett rendezett látványsó. Sikerült újra, én úgy érzem is, és látható a vendégek létszámán is, hogy egy sikeres rendezvényt megszervezzünk, és így méltóképpen átadhatjuk a dunai városi lakosoknak az új főterünket. Több hetes, sőt mondhatom így, hogy hónapos munka. Tervezés alatt volt, már korábban nyár közepén polgármesterről egyeztettem, ugye majd a térátadó ünnepség. Szeptember elején becsatlakoztunk az Itthon vagy Magyarország Szeretlek országos kampányhoz. Emiatt egy kicsit a programokat előrébb kellett hoznunk, illetve így a két rendezvényt összeköthettük és összefonhattuk. Igyekeztünk úgy kialakítani a programot, hogy az élő kapcsolás mindenképpen Dunaújvárosból is megtörténjen, és ez így a munkának köszönhetően sikerült is, és ez egy nagyon nagy érdem. Én úgy gondolom, hogy háromszor is élőbe fognak közvetíteni Dunaújvárosból itt a nap folyamán. Baba játszóházunk van, az egyik része az itteni dolgoknak, illetve lehetőség van őszi kreatív tárgyak készítésére, mécses készítésére. Figyelem, indulás! Kezdődik a tágulás! Szerintem nagyon jól néz ki ez a tér, abszolút nekem az elvárásaimnak megfelelő, és szerintem egy 21. századi tér készült itt. Nagyon tetszik, ami itt készült, ez a szökőkút nagyon szépen néz ki. Hát sokkal másabb kellett már ez a városnak, ez a változatosság. Tulajdonképpen most a néptáncosokat szeretném megint még megnézni, mert azokat imádom, mert én is néptáncos voltam, majd 20 évig. Kettő élményem van Dunaújvárossal kapcsolatban, az egyiket úgy hívják, hogy Garami Gábor, a másikat meg úgy, hogy Garami Balázs. Mindkettőjükkel annak idején a Danubius Rádióban együtt kezdtünk dolgozni. Gáborral ma is együtt dolgozom a Klassz FM-en, meg nekünk közös zenekarunk van. Ja nem, három élményem van, mert a fodrászom is dunaújvárosi, ki szintén Budapesten dolgozik már, ő is ennek a brancsnak a tagja, de egyébként azt hiszem kétszer vagy háromszor átutazóban voltam, és egyszer meg is álltam valamiért, de már pontosan nem emlékszem, úgyhogy olyan nagyon sok élményem nincsen, de majd most pótolom. Hát én szeretném itt, mint múzeumigazgató kifejezni gratulációmat mindazoknak, akik ezt a teret megálmodták, megfinanszírozták, megcsinálták. Én szinte napról napra láttam itt az ablakon keresztül, hogy hogyan szépül ez a tér, és valóban egy Dunaújváros egy csodálatos térrel lett gazdagabb, ami
Azt hiszem, hogy meg is érdemelte Dunaújváros, illetve az itt lakók, és hát valahogy ezt a közös ünnepséget próbáljuk szebbé tenni azzal, hogy most a múzeum áll a városlakóknak a szolgálatában. Érdemes a téren körülnézni. Ez a rengeteg ember, aki a mai napot, ezt az ünnepélyes avatót megtisztelte azzal, hogy kilátogatott, azt gondolom nem bánta meg, hisz Dunaújvárosban a város iskolái, intézményei közreműködő segítséget nyújtottak abban, hogy egy színvonalas műsorral gazdagítsuk ezt a mai napot. Én igazándiból örülök annak, hogy így picit odafigyelnek erre a részére is, hogy az embereknek egy picit kikapcsolódásuk legyen és szórakozni tudjanak a mindennapok után. Általában, ha azt mondom, hogy dunaújvárosi vagyok, akkor így helyszínileg el tudják helyezni az emberek Dunaújvárost. Tehát azt gondolom, hogy ez pont az országnak egy olyan részén van, ami most vagy mindenki, ha keresztül szeli az országot, akkor errefelé, vagy hát tudják, általában tudják. Nekem még nem volt olyan ismerősöm, akár Budapesten is, aki ne tudta volna, hogy hol van Dunaújváros. Itthon vagy Magyarország, szeretlek Dunaújváros. 3, 2 és 1, repüljenek azok a lukék! Nagyon-nagyon sok boldog arcot látunk. Nagyon-nagyon örültek annak, hogy színes lufikat ereszthettünk el itt annak, mondván, hogy megmutassuk, hogy na, akkor itt az új főterünk, és lássa a világ. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen, tehát nagyon nagy örömet szereztünk a városlakóknak, úgyhogy mindenképpen úgy mondom, hogy pozitív, úgy gondolom, hogy pozitív. És most kérem, hogy felköszöntsék egymást első üdvösségokkal. What do I have to do? Tell me the way to get ya, to get a little love from you. Az Itthon vagy Magyarország szeretlek egy országos kezdeményezés, melyhez hazánk minden pontjáról csatlakoznak települések azzal a céllal, hogy megmutassák, milyen szép az országunk, milyen páratlanul sokszínű kulturális kincsekkel rendelkeznek, és milyen csodálatos emberek lakják. Ez a kezdeményezés üzenet azon honfitársainknak, akik külhonban élnek, hogy Szent Mihály napján ünnepeljenek ott, ahol igazán otthon vannak, akikkel közösek a gyökereik. Az őszi napi egyenlőséghez kötődik a Szent Mihály napi tűzgyújtás, és úgy gondoltuk, hogy ha már itt vagyunk Mezőföldön,
Dunapentele utódjaként, akkor csak és kizárólag mezőföldi táncokkal készülhetünk, úgyhogy ebből hoztunk egy kis ízelítőt. Hát nagy meglepetés volt, hogy a tavalyi kis számú érdeklődés után most ennyien jöttek el. Hát elképesztő volt, és hát sikerült megmozgatni őket. Ide jöttem a Magyarországra megünnepelni az 52. születésnapomat. Nagyon sok magyar zenészt megismertem, nagyon jó emberek. Beleszerettem Magyarországba, és miattuk úgy határoztam, hogy szeretnék még itt énekelni a továbbiakban is. In questo paese grazie anche alla loro disponibilità. Az Amfitrión című tragikomédiával nyitotta meg a Vágyak évadát a Bartók Kamara Színház. A merész megoldásokat is tartalmazó előadást szeptember 27-én mutatták be, és októberben több alkalommal is megtekinthetik az érdeklődők. Be fogjuk kötni hölgyet, amit cirkuszi produkcióra emlékeztető, levegőben játszódó jelenettel kezdődik az Amfitrión című előadás. A fiatal rendező elárulta, a merész indítást sikerült pontosan úgy megoldaniuk, ahogyan azt már a forgatókönyv kitalálásakor elképzelte. Ahogy a darabhoz elkezdtünk nyúlni, én ezt így láttam, vagy így szerettem volna, ahogy most történik. Igen, azt hiszem, ezzel kell indulnia. Amikor a Máté, a Hegymegi Máté, a rendező megkeresett ezzel a szereppel, akkor azt tudtam, hogy ez egy picike szerep olyan szempontból, hogy egy jelenete van, viszont ami nagyon inspiráló dolog volt, hogy újra zenélhetek. Mert én néha azt mondom, hogy 15, de igazából majdnem 20 évet fuvoláztam. 30 vagyok, és 10 éve letettem a hangszert. Tehát 2 éves korom óta fújom. Konzis is voltam, ott hagytam a konzit a színművészeti miatt, és az, hogy én a kezembe vegyem ezt a hangszert, amit valaha azért egy professzionális szinten kezdtem el űzni, az nekem óriási kihívás volt. Ugye ez volt benne a legnagyobb élmény. És az, hogy még úgy fuvolázzak, ami nekem eleve nehéz, hogy letettem a hangszert, úgy fuvolázzak, hogy közben egy beülőben vagyok, és több méter magasan, ahol a rekeszizmokat szorítja a beülő, tehát nem tudok úgy levegőt venni. Ki kell találni, hogy tudok olyan színvonalon fújni, ahogy egyébként ma a Földön, az végképp egy nagy kihívás volt. Kezdeni egy darabot, az mindig nagyon nagy felelősség. Ez egy rezümé szerep olyan szempontból, hogy ő indítja el miatta
miatta történik maga, miatta történhet meg a történet. És ez nagyon nagy felelősség, most éreztem is, hogy jól kell elindítani. Persze nyilván egy színész minden jelenetet jól szeretne csinálni, de hogy itt nincs mese, nagyon jól kell elindítani. Az elején féltem, meg bizalmatlan voltam. És az meg is maradt, hogy a Máté az, aki meghúzza ezen a beülőn a csatokat. Holott azt már én is meg tudnám húzni, csak az nekem fontos, mert benne bízom, hogy ő húzza meg, mert akkor ott stabilan van. Ilyenkor már nincs helye annak, hogy az ember féljen, és azt el is értük együtt, hogy én nem félek. Tehát az, annak helye már nem lehet itt. Pláne, hogy ez a szerep egy istennő, tehát ő nagyon büszke magára, főleg egy narcisztikus alkat, és nyilván az nem férhet bele. Máté folyamatosan hangsúlyozta, hogy nagyon büszke, hogy legyek büszke magamra, meg úgy egyáltalán ő egy istennő, és flegma is nagyon büszke, és nem igazán ment, vagy egy nagyon eljátszott büszkeség. Na, most ezen a héten megéreztem, ott fent úgy dolgoznak a fiúk, de még a főszereplő Nagy Zsolt is. Tehát van egy olyan rész, ahol még így megemelnek pluszban, hogy én megmutassam, hogy mennyire fantasztikus vagyok, hogy megemelnek. De most az úgy zajlik, hogy a közönség nem hallja, de amint megvan a végszó, és csettintek egyet, akkor ott hallom fent, hogy így mindenféle zajokkal, meg nyögésekkel így megy, és akkor most úgy igazán éreztem, hogy ezek a fiúk dolgoznak, én nekem pedig csak el kell mondanom, hogy látjátok, felemelkedtem. Úgyhogy hát minden tiszteletem a fiúkért. Ez az egyik legmeghatározóbb jelenete a Vágyak darabjaként is emlegetett Amfitrion című előadásnak. Az alap bonyodalmat egy emberi alakot öltő isten okozza, aki elcsábítja a halandó férfi feleségét. A kettős főszerepet Nagy Zsolt játsza, aki elárulta. Alakítása során két nagyon eltérő személyiséggel kell azonosulnia, amely nem könnyű feladat. Hát nagyon nehéz, mert mind a kettő egytőről fakad, mind a kettő uralkodó. Hát azonosulni ezzel a részével lehet. Aztán a különbségek meg maga a stílus, ahogy a két figura játszik. Az egyik egy sokkal ösztönösebben működő jelenség vagy lény, a másik meg egy racionális, hideg, penge agyú ember, aki úgy forgatja a szavakat, amit a szituáció megkíván, vagy a helyzet éppen. Tehát az egyik egy lelkiismeretlen pszichopata, azt gondolom ez a Jupiter, az Isten. És itt nagyon vastagon benne van a véleménye a Molière-nek ebbe, ezekről az uralkodókról, akik az első éjszaka jogával élve elhányják az első éjszakát. A másik pedig egy ösztönös szívlélek ember, aki természetesen nem hiba nélküli, hiszen ő a becsületét védi, és már nem a nőt, és nagyon önző. Mert kidobja ezt a nőt, és még csak magyarázkodni se hagyja. Hát igazán a nehéz feladat ebben tényleg ezt forgatni, hogy kimegy a színpadról egy szétzilált idegrendszerrel és egy széttépett lelkiállapotban, majd bejössz a következő pillanatban egy tökéletes összhangban lévő skizofrénnel, aki egy pszichopata. Nagyon nehéz ügy, nagyon nehéz. Nem, hogy a szívem alapjainél különbény a fér és a szerető, és itt szerető most azzal állt elő, hogy zavarja a férjét. Érdékeny a férjét, tiszta forrást akar abból meríteni. Semmit sem akar a házassága által, semmit sem hallani, de a szív sül neki. És a
ez a szerető most megkérik egyet, hogy mutassa nekünk, és ami bántja a lelkét, attól válaszol. Most itt a végén, amikor Lívia mindenkinek megköszönte egyesével a munkáját, volt egy kisfiú, akinek ugyanaz a vezetékneve, mint neked. Ez véletlen? Nem, ő az én fiam. Ő az első fiam. Három fiam van. Sámuel volt ő, nagy Sámuel. Ő 11 éves fiú. Hát ez volt az ötlet, ez volt a gondolatom. Tehát ezt én így felvetettem a Máténak ezelőtt egy évvel, hogy mi lenne, hogyha Jupiter a végén, miután én játszom Amfitriont is, meg Jupitert is, amikor kiderül ez az egész turpiság, és végül is le kell vezényelni a végén ezt a dolgot, akkor mi lenne, hogyha kisfiam lenne? Hiszen hasonlít rám, hiszen egy vérből valók vagyunk, és körbeér a történet. Mert én egyébként is azt gondolom, hogy minden körbeér. Tehát én lassan kimegyek az életből, meg fogok halni, a kisfiam egyre nagyobb lesz, neki majd lesznek kisfiai, és akkor ez egy ilyen végtelen kör. Én ezt gondolom is. Ez egy filozófia, és azt gondoltuk, hogy ezzel még többet tudunk hozzárakni az előadáshoz, hogyha itt van egy személyes érintettség is, hogy az én fiam. És milyen érzés volt vele játszani, illetve neki milyen érzés volt veled? Hát én nagyon büszke vagyok rá, mert maradéktalanul teljesítette azt a feladatot, amit rábíztunk. Megtanulta a szöveget, értelmesen elmondta, nem izgult. Volt a viselkedésében valami egészen isteni. Én így gyerekként képzelem el egyébként is az Istent, aki szórakozik, vagy játszik mindenféle következmények nélkül. Vagy csak úgy hagyja, hogy menjenek a dolgok. Persze most nem szeretném megbántani az Isten hívőket, de azt gondolom, hogy az Isten ez egy ilyen gyerekszerű lény lehet, aki szabad, tiszta, nem gondolkozik még a következményeken. Arra, hogy micsoda maga! Kevés a szörnyű. A női főszerepet, vagyis az átvert feleséget, Tőkés Nikoletta, a helyi társulat egyik tagja alakítja. Mint mondta, ez a feladat hosszú lelki felkészülést igényelt, amelynek még az első bemutató után is a hatása alatt volt. Hát nagyon nehéz és nagyon hosszú folyamat volt, aminek még mindig, tehát azt érzem, hogy tényleg nincs vége, és még ezen bőven van mit gondolkodni, érezni és tanulni. Úgyhogy hát nem volt könnyű, az eddigi talán egyik legszebb feladat, amit itt kaptam, de hát ez ezért jó, hogy nincs vége onnantól kezdve, hogy bemutattuk és közönség van, hanem még van mit ezen rágódni otthon. Elküldött engem, csak most jöttem ide! Itt ez a fénykul, ha kell, azonnal tanúsítja, hogy az üzenetet én adtam át neki! Ez így igaz, velünk volt! A félreértésre és szerepcserére épülő tragikomédia alapját Molière szerzeménye adja, amelynek több száz évvel ezelőtt íródott szövegét Szálinger Balázs aktualizálta, hogy könnyebben érthetővé váljon a mai generációk számára. A történet alaphelyzetén viszont nem változtattak, hiszen a darab rendezője Hegymegi Máté úgy véli, ezzel napjainkban is bárki tud azonosulni. Az alaphelyzet az, amit mindannyian megélhetünk, vagy meg is élünk, hogy belép egy harmadik ember a mi kapcsolatunkba, egy párkapcsolatba. Ebben az esetben egy Isten, de tulajdonképpen az alaphelyzete az, hogy jön egy harmadik ember, és a saját önzőségével tulajdonképpen tönkreteszi két ember életét. Ezt tulajdonképpen azt hiszem mindannyian megéltük, vagy meg fogjuk élni. A színdarab szeptember 27-én debütált városunk közönsége előtt, és ezzel hivatalosan is elkezdődött a Bartók Kamara Színház 61. évada. A diákok műveiből nyílt kiállítás a Rudas iskola aulájában. Minden évben azzal kezdjük a grafikusoknak a tanmenetét, hogy előszedjük, amit nyáron készítettek, nyáron otthon alkottak a diákok, közösen kiválogatjuk, tehát mindenki behoz egy olyan 10-15 rajzot, kiválogatjuk, és ebből egy csodálatos szép kiállítást kerekítünk minden év szeptemberében, októberében. Többnyire szabad kezet kapnak a diákok, tehát ez lehet portré, tájkép, aki jön velem például alkotótáborban nyáron, ők többnyire tájképeket hoznak,
gyönyörű szép hegyekről, hölgyekről, de én úgy látom, most már évek óta a portré a kedvenc, úgyhogy leginkább most is portrék láthatóak. Én úgy láttam, hogy az alkotóit nagyon tehetséges és művészek lesznek most. Még művészeknek nem nevezhetjük őket, de tehetségesek és nyitva áll előttük az út. Szerencsére itt az iskolában nagyon jó rajztudást tudnak elsajátítani. A szénceruzával szeretek rajzolni, vagy több is ceruzákkal, de most az akrilt színes ceruzákat is próbáltam, azokat most nagyon megkedveltem. Meg a porkrétával szeretek még rajzolni nagyon, mert szeretek masszatolni, és azzal könnyű. Továbbiakban mindenféleképpen szeretnék ezzel foglalkozni, vagy legalábbis a művészet valamelyik ágával foglalkozni. Tovább tanulni mindenféleképpen felsőoktatásban. Ebben az évben ugye az érettségi mellett, mint 5 éves, nem egyszerű időt szakítani arra, hogy az ember olyan munkákat, olyan színvonalú munkákat és mennyiségű munkákat készítsen el, mint amit úgy megszoktak tőle, de azért igyekszem ugyanúgy fejlődni és újat mutatni, már amennyiben még tudok. A legjellemzőbb talán az akvarell festék, ezt most nagyon megszeretik a diákjaink, nagyon-nagyon szeretnek akvarellel, de próbálom őket a vegyes technika felé is egy kicsit terelni. Próbálják ki, hogy milyen az, amikor akvarell festékkel mondjuk megfestik az alapját, és utána esetleg pasztelceruzával, pasztelkrétával rámennek, de többen maradtak például a színes ceruzánál, jó, bevált színes ceruzánál is, kiválóan alkalmazzák, azt kell, hogy mondjam, tehát nagyon büszke vagyok rájuk most is, mint mindig. Az alkotótábor most már 21. éve működik képes pusztán. Én most első évben voltam táborvezető, tehát első alkalommal, és gyakorlatilag a Rudas iskola diákjait szoktam magammal vinni. Természetesen a városból például az Arany iskola is megy, ugye ők indították annó képes pusztát, és nyáron egy adott héten, amit közösen kinézünk, megszervezünk, eljönnek velünk szép hegyes-völgyes képes pusztára, és ott együtt alkotunk egy hétig. Ebből lesz egy külön kiállítás egyébként, tehát hogy most is láthatóak itt alkotótábor képen, de jövő héten a Széchenyi gimnáziumban, a Szivacs galériában egy külön kiállítást szentelünk az ő munkáiknak majd. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával.